Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Remélem, hogy jól vagytok, és meleg van nálatok otthon. Itt jó idő volt a napokban, sőt, lehetett kicsit napozni is, de ma nagyon lehűlt az idő, és annyira hideg van itt a házban, hogy ne csodálkozzatok azon, hogy nagy kabátban dolgozom, de muszáj, hogy jó melegen felöltözzünk, nagyon-nagyon hideg van. És most rátérek a jóslásra, a három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve? Itt is látható a hideg, a tél a képen. Ez a kártya utal egy fára. Az azt jelenti, hogy ő keresi a helyét az életben, ahol le tud gyökerezni. Ez a fa utal a téli hónapokra is. És ez alatt az idő alatt még valami átláthatatlan számára, hiszen itt megjelenik a felhő, és ez olyan, mint egy fátyol, nem tudni hogyan tovább. Lehet, hogy szeretne valamit változtatni a téli hónapokban, de nem tudja, hogyan lehetne ezt kialakítani. Amit a fa még jelenthet a gyógyító erő, de most minden olyan hideg, rideg, nem mennek előre a dolgok, nincs gyógyulás. Amit ez a fa még jelenthet? Egészségügyi témák. Lehet, hogy ezen a területen dolgozik. És jelenleg minden olyan hideg, rideg, szeretne valamit változtatni, de nem tudja, hogy milyen irányba, hiszen itt van a felhő, minden olyan átláthatatlan. Vagy azt is jelenthetik a képek, hogy a télen még megjelenik ez a felhő, olyan, mint egy fátyol, nem tudja, hogyan tovább, minden olyan átláthatatlannak tűnik számára. A második kérdés, hogyan érzi magát? Mindkét kártya a mozgást jelenti. Ő repül hozzád, de elvárja azt, hogy te is mozogj, hogy te is tégy lépéseket az ő irányába. Az is lehet, hogy találkoztok valahol, ő is utazni fog, te is, és majd ott középen találkoztok. Tehát közeledik hozzád, de elvárja azt, hogy te is közeledj hozzá. Ha megnézzük a kártyákat, ő gyorsabban mozog, mint te, ha te egy hölgy vagy. És mit fog tenni? Itt két férfi jelenik meg. Egy idősebb és egy fiatalabb. Itt látható, hogy közeledik hozzád, lesz találkozás, lesznek közös tervek. De itt a háttérben megjelenik egy idősebb férfi, az lehet az ő apukája, a te apukád, lehet valaki a környezetben, aki kicsit idősebb, és befolyásolja az eseményeket. Az is lehet, hogy ez az idősebb férfi a főnöke, és ő közeledik hozzád, találkozik veled, látni fogjátok egymást, és elmondja azt, hogy vannak nála még olyan dolgok, ami nehéz számára, nem tud döntéseket hozni, és szeretné azt, ha vagy te adnál neki tanácsot, vagy kikéri ennek az idősebb férfinek a véleményét.
És mi köt össze benneteket? Itt kisüt a nap, láthatóvá tesz valami, hamarosan eltűnik a felhő. Én úgy gondolom, hogy a találkozás, a beszélgetés után jelenik meg itt a nap. Megvilágít valamit, láthatóvá tesz valamit. Azon kívül jelenti a vonzalmat kettőtök között, és tisztázódnak bizonyos dolgok, nem csak te segítesz számára, hanem ez az idősebb férfi is segíteni fog valaki a környezetetekben. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!